volt a vonalas. Ez pedig a kockás. Ebből is valami? Igen. Autós, motoros. Az is jó. Az focis. Az is. Ebből hányat? Ebből is négyet. Jó. Meg még egy autós, mi szól hozzá. Jó lesz? Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Egy tanástalan szülőnek segítenek ebben a nyíregyházi írószerűzletben, hiszen gyakran a szakemberek jobban tudják pontosan, mire van szüksége az iskolakezdésre váló gyerekeknek. Egy első osztályos tanulónál például egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan fogja a ceruzát. Háromszögletű, csúszásgátló résszel rendelkezik, nem tudja rosszul fogni a ceruzát. Tanárnak is könnyebb, és a gyereknek nagyobb a sikerélménye. És akkor ezen belül, ez például kettő rész ceruza, de ugyanebből a márkából tudunk adni HB-set, B-set, kettőbéset, H-sat. Tehát ez itt például idáig végig grafit ceruza. Itt, hogyha ha a szülő elmondja a szakszerű eladónak, hogy milyen a gyerek, mennyire nehéz a keze, mennyire könnyű a keze, akkor mi tudunk olyan írószert adni neki. Vagy például nagyon fontos, balkezes gyerek. Balkezes olló. Nagyon nem mindegy, hogy akár egy technika órán egy gyereknek van-e sikerélménye, mert nem tud a vonalon belül maradni egy balkezes, egy jobbkezes ollóval. Bár az üzletek egész nyáron széles skálán kínálják az iskolakezdéshez szükséges termékeket, az elmúlt évek tapasztalatai szerint a szülők nagy részre az utolsó hétre hagyja a taneszközök beszerzését. Átalakultak évek során a vásárlói szokások. Először az alakított át, hogy a cégek adtak beiskolázási támogatást. Ez már egyre kevesebb, ezért rávárnak a szülők, még egy kicsit strandolnak, még egy kicsit üdülnek, és aztán jön az utolsó hét, amikor mi maradt meg a nagyobbik gyerektől, mi az, amit cserélni kell, és akkor beindul a hajsza az iskola kezdési tanszerek után. Szűcs Mihály elmondta, tapasztalatai szerint nagyon sok családnak nehézséget jelent egyszerre finanszírozni az írószereket, éppen ezért apránként szerzik be azokat. Hozzátette, hogy árak tekintetében csak minimális eltérés van a tavalyihoz képest, de az infláció ezen a területen is megérződik. Az iskolatáskák fajtájukat tekintve széles skálán mozognak. Vannak olyan ergonomikus, orvos által javasolt elsőosztályos iskolatáskák, vannak egyszerű hátizsákjaink, ezt így megmondani nem lehet. Nagyon sok iskola például azt mondja, hogy költözzön be hétfőn a gyerek, majd pénteken pedig hazaviszi azt, amire szüksége van. Nem lehet általánosítani, hogy kimondottan iskolatáska vagy esetleg hátizsák, ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. De nem csak a fajtát illetően, hanem az ár tekintetében is széles a termékpaletta. A vásárló igényeitől függően az 1800 forintos hátizsáktól egészen a 39.000 forintos ergonomikus kialakításúig várakoznak a táskák a boltok polcain. A szakember szerint az első osztályos gyermek felszerelése könyvek nélkül középár kategóriában megközelítően 15.000 forinttól 30.000 forintig terjed, de akár a 40-50 ezret is elérheti.